Zsidó Ferenc 24 című blokkregénye egy keretes szerkezetű mű, melynek főszereplője, egy újságíró elhatározza, hogy magánriportot készít a tömbház lakóival, amelyben ő is lakik. Emeletről emeletre, a pincétől a lomtárig, kicsinyes nyűgök és mágikus fordulatok, ébrenlét és vízió között. A folyósó bizony végignézte elégszer, amint Gus Feri hajnali három körül jó félhúsban érkezik haza. A Hajmási Péter csak halkan, pianóban, Gus szerint pianinóban próbálja énekelni. A lépcsőn magabiztosan, bár feltűnően széles mozdulatokkal közlekedik. Lengés csillapítása tökéletes. Megérkezik az ajtója elé, csekéke 10 perc alatt előhalásza zsebéből kulcsait, hogy aztán elszánt küzdelembe kezdjen a kulcsnak a zárba való juttatásáért, ami, legyünk belátók, ebben az órában nem kis mutatvány. Ujjaival a kulcsot elszántan szorítja, és bögdösni kezd. Az ajtón lévő nyomok, melyeket a kulcshegye okozott, kipontozva a zár környékét, bizonyítják Gus elszántságát. Munkájába gyakorta bele is fáradt. Erőgyűjtésként szundított egy fél órácskát, a kulccsal az ajtónak támaszkodva. A folyósó szer fölött csodálkozott. Mekkora erő lakozik egy ilyen kis kulcsban, képes megtartani egy ilyen nagy testet. Summa summarum, 2-3 pihenővel, szundítással, újbóli neki rugaszkodással általában sikerült bejutni a Guznak a lakásba. De olyan is volt, hogy a zár makacságába belenyugodva egyszerűen elhevert az ajtó előtt, mit a lábtörlő megadással tűrt. Egy alkalommal, miután a zár kinyitásának lehetetlenségébe beletörődve fél órácskát szundított, egyszerre élénken feltápászkodott, arca elé emelte a lábtörlőt, ami addig vánkosául szolgált, és így szólt. No, fiatal ember, most elmondom magának az 1000 éves jót!